Ötödik európai parlamenti választására készül Magyarország. Világpolitikailag felfokozott helyzetben nagyon fontos, hogy együtt legyünk, hogy meghallgassuk azokat a döntéshozókat, akik a világpolitika szempontjából képbe vannak, hiszen a magyar társadalom is feszülten figyeli az orosz-ukrán háborút, most szomszédunkban Szlovákiában történteket is, hiszen mindannyian tartunk attól, hogy az a béke, amit eddig meg tudtunk őrizni, fel fog borulni. Mindenkit arra kérek, hogy a béke pártjára, a Fideszre szavazzon. Karcagon tartott közéleti fórumán Kovács Zoltán államtitkár kiemelte, a június 9-i választás tétje a háború vagy a béke. Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz-KDNP jelenti most Magyarországon, és hát sajnos Közép-Európában és Európában is a béke zálogát. Annak a zálogát, hogy a békéről, az azonnali tűzszünetről és a béketárgyalásokról való beszélgetés az a lehető leghamarabb valóságá váljon. Magyarország nem az elmúlt hetekben is nem a választások miatt találtak ki ezt. A háború előttől és a háború kirobbanásának első napjától azt mondjuk, hogy ne legyen vérontás. A felmerült kérdéseket, problémákat, feszültségeket tárgyalásos úton kell megoldani, amelyre lett volna lehetőség, és meggyőződésünk, hogy van lehetőség. Június 9-én nem csak Európa parlamenti, hanem önkormányzati választások is lesznek. Látszik az, hogy egyre kiélezettebb a küzdelem, egyre feszültebb a helyzet a szomszédságunkban, Ukrajnában is, Szlovákiában is nagyon sajnos események történtek. Ezért is fontos az, hogy a magyar emberek a közelgő választásokon a békére, az ország fejlődésére szavazzanak, arra, hogy Magyarország kimaradjon azokból a nagyon szorító konfliktus helyzetekből, háborús helyzetekből, amelyek sajnos egyre közelebb érnek hozzánk. Ez az első alkalom, hogy ugyanazon a napon két voksolás is lesz Magyarországon. Június 9-én bár helyi önkormányzati választások következnek, de látjuk azt a napi hírekből, hogy a világban történő különböző események mennyire befolyásolják akár a helyi politikát is. Ezért mindenképpen fontos az, hogy ilyen fórumokon keresztül tájékozottak legyünk a nagyvilág kérdésében, és arra szavazzunk, ami meghatározza Karcag hazánk jövőjét, tehát mindenképpen a béke pártján álljunk. Ugyancsak az orosz-ukrán háború mi hamarabbi befejezéséről beszélt a Fidesz-KDNP EP listájának 15. helyén álló képviselőjelöltje. Igazán nagy a tét, arról döntünk, hogy Európában, Magyarországon és a világon a békét szeretnénk választani, a jólétet, a bőséget és a biztonságot, vagy pedig engedjük, hogy a háborúba belesodorják nem csak hogy az országunkat, hanem a kontinensünket is. Úgyhogy komoly témákról kell beszélni. Egy fontos és mérföldkő lesz a választás június 9-én, és ezért gyűltünk majd. A június 9-i magyarországi EP választásra 11 párt tudott listát állítani. Magyarország 21 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.